Szeretettel köszöntök mindenkit az őszi magyar népszokásokat bemutató videóban. Itt a szüret, egy-két hónap, leteszem szűz koszorúmat. Fel nem kapom azt az egyet, hogy fejembe tegyem többet. Ágas, bogas, sűrű tölgyfa, nem láttam a rózsám még ma. Nem is volt még ma végnapom, homályba borult csillagom. A szüret kezdete egy-egy jeles naphoz kötődik, általában Szent Mihály napjához. A kisebb birtokokon a családok egymást segítve közösen szüreteltek kaláka munkában, a nagyobb gazdaságokban bérmunkában. Jelentőségét az is mutatja, hogy régen a szüret idejére szüneteltették a törvénykezést is. A szüret kezdetekor zajkeltéssel igyekeztek elűzni a rossz szellemeket, majd szüreti dalokat énekeltek. Hagyományosan a lányok, asszonyok, akiket szedőknek neveztek, levágták a szőlőfürtöket és egy gyűjtőedénybe tették. A férfiak ezeket a hátukra, vállukra vetve puttonyban vitték egy nagy kádba, ezért nevezték őket puttonyosoknak. A kádban lábbal taposták a szőlőt, hogy kisajtolják, összegyűjthessék a levét, amiből bor készült. A szüretelés utolsó napja a végzés. Ekkor elkészítették a szüreti koszorút, melyet a szőlős gazdának adtak, aki megvendégelte a szüretelőket. Szüreti felvonulást is tartottak, gyakran virágokkal díszített kosarakkal, lovaskocsival, maskarába öltözve, hasonlóan a farsangi és aratási felvonulásokhoz. Végül nagy mulatságot rendeztek, a bál helyszínét szőlővel díszítették, és pirkadatig ropták a táncot. A kiskunságban október 26-án, Dömötör a pásztorok patrónusának napján, míg a Hortobágy környékén, szeptember 29-én, Szent Mihály napján behajtották az állatokat a téli szállásra. Ilyenkor az egy évre felfogadott pásztorok elszámoltak a gazdákkal, hogy jövőre is ők legeltessék el az állatokat, vagy új munkaadó után nézzenek, ezért juhász évnek is nevezték. Ezután nagy mulatságot juhászbál tartottak. Erre utal a Dömötör juhásztáncoltat szólásunk is. Időjóslás is kapcsolódik-e két jeles naphoz. A népi hiedelem szerint, ha Dömötör napján hideg szél fúj, az a zord hidegtelet jelzi. A pásztorok úgy vélték, ha az állatok szorosan egymás mellé feküdtek Szent Mihály éjjelén, akkor hosszú, kemény tél várható. Ugyanezt jelentette az a szólás is, miszerint ha Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Szent Mihály napjával kezdetét vette a kisfarsang, a nagy mulatságok és lakodalmak ideje, mely az ősz végi Katalin napig tartott. Ekkor kezdődtek az őszi munkák is, illetve nagy vásárok is kötöttek e naphoz. Az adventi böjtös időszak kezdete előtt, november 11-én, Márton napján nagy lakomákat tartottak, melynek jellegzetes étele a liba. Úgy tartották, hogy aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. A liba szorosan kötődik Szent Márton alakjához. Az ókorban élt katona egy hideg téli napon levágta köpenye felét, hogy odaadja egy didergő koldusnak. Ezt követően megtért, a hívek pedig olyannyira becsülték, hogy püspökké akarták választani, ám ő ezt nem szerette volna, ezért elbújt a ludak ójába az érte érkező küldöttek elől. Végül a ludak hangos gágogásukkal és száncsapásaikkal elárulták a bujkáló Mártont, akit végül püspökké szenteltek. Ehhez a naphoz is kapcsolódik népi időjárás jóslás. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál, azaz a fagyos Márton nap esős karácsonyt hoz. Ha Márton fehér lovon érkezik, azaz e napon hó esik, akkor a tél enyhe lesz, de ha barna lovon nyargalász, tehát nem esik a hó, akkor majd télen fog erősen havazni. Ezen a napon a pásztorok köszöntőt mondtak, és egy Márton veszélyének nevezett többágú vesszőt adtak az állatok gazdájának, melyel tavasszal kihajtották az állatokat. A hiedelem szerint ahány ága van, annyi malata születik a disznónak. Aki nem hiszi, járjon utána. Porzik a hegyi borozda, hely, mikor végig megyek rajta. Nyílik ám a hálót, anya, hely, mikor
mikor kocogtatnak rajta. Édesanyám rózsafája, hely, én voltam az egyik ága. De egy legény leszakajtott, hely, karjai közt elhervasztott. Ha tudtad, hogy nem szerettél, hely, hálódba miért kerítettél? Miért nem hagytál békét nékem? Hely, más is elvett volna engem.